A következő bő egy hétben döntően markáns anticiklon alakítja majd a Kárpát-medence időjárását. Általában száraz levegő áramlik majd hazánk felé, kivéve vasárnap és hétfőn. Ez látható a nagyjából másfél kilométeres magasságban lévő 850 hektopaszkálos nyomási szint hőmérsékletét mutató filmen is. A leszálló légmozgások hatására a kontinens középső részeit elkerülik az időjárási frontok. Máshol azért mozgalmasabban alakul az időjárás. Például a földközi tenger nyugati medencéje fölött, ahol most szombatig egy mediterrán ciklon hatására több környező országban is jelentős esőzésekre és viharokra kell számítani. A bejátszás legvégén pedig jövő csütörtökön Portugália és Spanyolország partjaitól bőven nyugatra feltűnik a Leslie névre keresztelt, addigra már volt hurrikán. Csütörtökön Magyarországon sok napsütésre készülhetünk gomoly felhőkkel, csapadék nélkül. A maximumok 14 és 18 fok között alakulnak. Péntek hajnalra ismét országszerte 5 fok köré vagy az alá csökken a hőmérséklet, az északi középhegységben és az Alföld egyes részein talajmenti fagy is lehet. Pénteken zavartalan napsütésben lesz részünk országszerte, és a délkeletire forduló áramlás hatására a csúcshőmérséklet már 20 fok közelében tetőzik majd. A derült éjszakát követően pedig szombaton is jellemzően felhőtlen időben indul a nap, sőt keleten ez így is marad egész nap. A Dunántúlon azonban fokozatosan növekszik, gyarapszik a felhőzet, de csapadékra csak este felé, néhol a délnyugati megyékben lehet számítani, gyenge zápor formájában. A nappali felmelegedés mindazonáltal tovább erősödik, 20-24 fokra számíthatunk majd. Vasárnap annyi változás valószínű, hogy már másutt is változóan felhős lesz az ég a több órás napsütés mellett, és helyenként gyenge eső, futó zápor is kialakulhat. A csúcshőmérséklet nem változik lényegesen a szombatihoz képest, 19 és 24 fok közé melegszik fel majd délutánra a levegő, tehát szinte tökéletes kiránduló időben lesz részünk a hétvége mindkét napján.